Az első napirendi pont a kormányülésen is, és most is a stopsoros törvénycsomag volt. Jövő kedden kerül az országgyűlés elé a stopsoros néven ismert törvénycsomag, jelentette be Gulyás Gergely első kormányinfóján. Majd hozzátette, a rákövetkező héten fogadják el a törvényt. Az újdonsült miniszter azt is elmondta, rögzítik majd, hogy a törvénytelen bevándorlás szervezése illegális cselekmény, vagyis önálló tényállás lesz a büntető törvénykönyvben. A BTK mellett módosul még a menedékjogi, az államháztartásról szóló és a szabálysértési törvény, de a rendőrségi törvény is változik. Gulyás az alaptörvénymódosításról is beszélt. Ez, ahogyan fogalmazott, tartalmazza majd az önálló közigazgatási bíráskodás létrehozását. Mint mondta, a legfelsőbb közigazgatási bíróság a kúriával egyszintű jogorvoslati fórum lesz, legalábbis a tervek szerint. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta a miniszter, mindez nem érinti a már meglévő bírósági szervezeti rendszert. Harangozó Tamással együtt néztük ezt az összefoglalót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Van bármi ebből a csomagból, aminek egy pici esélye van arra, hogy a szocialisták megszavazzák, ha a parlament elé kerül? Hát ez először is, hogy mondjam, ennyi erőbe füstéreket is adhatott volna tegnap Gulyás Gergely, tehát ennyire nem konkrétan bejelenteni, hogy mit fognak benyújtani a parlamentnek, már régen láttunk. Szerintem az az érdekes, amiről nem beszélt, illetve amiről mondta, hogy nem lesz. És bocsánat, én is egy kicsit így kódolva beszélek, de ez a tegnapi bejelentése, ez úgy tűnik, hogy azt jelenti, hogy az eddig megírt, a kampányba végig tolt stopsoros csomagból egyetlen betű sem fog az országgyűlés elé kerülni. Már tehát az alapvető célja ennek a nagy törvénycsomagnak, ami sok-sok törvényt fog módosítani, meg az alaptörvényt is, azért nem változik. Büntetni akarják az illegális migrációt, ez a bizonyos illeték, ez kikerült belőle, de azért az irány ugyanaz, nem? Szerintem ezt nem így kell nézni. Szerintem ezt úgy kell nézni, hogy végigkampányoltak, végighergették az egész országot és a félvilágot azzal, hogy ők a civileket fogják büntetni, hogy olyan törvényt fognak behozni, amiben a civileknek regisztrálnia kell magukat, és be kell vallaniuk, hogy ők migránspártiak, és ha azok, akkor ugye büntetőadót kell fizetniük, meg ki lehet őket szorítani, meg stb. Stb. Most ez, amit tegnap hallottunk, erre Gulyás Gergely is mondta, hogy ez a rész, ez a büntető illeték megjelen lesz. Ez úgy, ahogy van, megy a kukába, ha jól értjük, de és teljesen nem sajnálja. Más. Nem, én csak azért, hát azért azt hagyj jegyezze meg ellenzéki képviselőként, hogy egy fél éves kampány után, országgyűlési kampány után, ahol az egész kampánya a kormánynak fizetett hirdetésekben, óriás plakátokon, szórólapokon, nemzeti konzultáción, meg radairosseben keresztül ez ment éjjel-nappal, azt most úgy elegánsan, még ebben a műsorban is elnézést, én érzem magam kellemetlenül, hogy elegánsan félreteszik, mintha semmi nem történt volna, és azonnal beszélünk arról, amiről most ők akarnak. Hát elnézést kérek, szóval egy országot akkor ezek szerint hülyének néztek már megint. Milliárdokat kiszórtak az ablakon, becsapták a saját választóikat. Én ezek mellett nem nagyon tudok így fél mondattal elmenni. Én azt látom, még egyszer mondom, a pénteki bejelentés után, úgy, hogy szöveget egyelőre nem látunk, hogy ezért mondom, hogy nem tudom, mit lehet belőle támogatni, mit nem, hogy egy biztosnak tűnik, amit eddig mondtak, és amit eddig reklámoztak, és politikailag ami mellett kiálltak, és a kampányokat felépítették, az úgy tűnik, hogy nem lesz. Ha az a kérdése, hogy a civilek szempontjából, vagy az ország nemzetközi megítélése szempontjából ez jó-e vagy rossz, én azt gondolom, hogy ez kifejezetten jó, és majd egyszer ez is érdemes lesz megnézni, mi az oka annak, hogy ettől elállnak. Azt mondja Gulyás Gergely, hogy az illegális bevándorlás szervezése, finanszírozása büntetendő lesz a BTK szerint, azért nyilván nem látjuk a részletszabályokat, de azért ez egy elég gumi paragrafusnak tűnik ahhoz, hogy a nem szimpatikus civileket így partvonalra lehessen állítani, akár büntető jogi következményekkel őket szembesíteni. Ez azért hát nem olyan megnyugtató helyzet, még mindig nem. Szerintem egy ilyen putyini szintű, aztán tényleg gumiszabályozással, listázással, regisztrálással, amit eredetileg terveztek volna a civilekkel, ahol pufára egyébként azt lehetett volna mondani, hogy te, mert ugye ez most aztán tényleg ki mondja meg azt, hogy ki támogatja a migrációt és ki nem, azért ez egy büntetőjogi tényállás. A büntetőjogi tényállás egyrészt konkrétabb. Másrészt ugye nagyjából, ahogy itt elmondta, hát szerintem józan paraszt észre és mindenki érti és tudja, hogy amit itt elmondtak, az nagyjából az embercsempészetnek egy lájtosabb verziója tud lenni, és azért a büntetőjogi tényállásról azt érdemes tudni mindenkinek, hogy az úgy magában jól hangzik, de a végén egy bíróság előtt kell bizonyítani, hogy az bárki csinálta. Ugye egész más helyzet van, mint hogy én azt mondom, hogy szerintem te migráns támogató vagy,
fölírnak egy listára, megbüntetlek, tönkreteszlek, lejáratlak. Szinte azt mondja, hogy ez megszavazható az MSZP számára. Nem láttuk még a szöveget, én csak azt mondom, hogy ez egy teljesen más út, és azért szerettem volna arra fölhívni a figyelmét mindenkinek, szerintem az újságíróknak is, meg a tévénézőknek is, hogy azért arról majd muszáj lesz beszélni, vagy kideríteni, hogy a kettő között mi történt, és hogy ezt miért csinálják. És mit sejt? Ami miatt nagyon haragszom a tegnapi bejelentésre, mert nem tudom, még egyszer mondom, szövegismerete nélkül megmondani, hogy akár támogatható lenne ehhez az új irány, ha ez valójában az illegális bevándorlás elleni fellépés egyetlen eszköze. De miután bejelentette, és szó volt a Felkomba is, és azon jót nevettem, hogy a Gulyás úr azt mondja, hogy a közigazgatási felsőbb bíróságok felállítása nem fogja érinteni a jelenlegi bírósági rendszert. Én meg villamos vagyok, és szoktam csöngetni reggelente. Tehát, hogy létrehoznak egy új, bemondja ő is, a kúriával egy szinten, az a legmagasabb fokú bírósággal egy szinten lévő új szervezetet, és oda áttesznek egy csomó ügyet, az nem fogja érinteni a bíróságok működését, ez nyilvánvaló hazugság. És miután nem véletlenül akadályozta meg az ellenzék ezt a törvényjavaslatot az elmúlt ciklusban a kétharmad hiányában, egységesen, még a Jobbik is, pedig aztán ők szorgalmasan megszavaztak eddig szinte minden kétharmados gazemberségét a kormánynak. Ezt nem szavazta meg, mert hogy pont azokról az ügyeket fogják oda áttenni, amivel az ellenzék is többek között, vagy akár a média az elmúlt időszakban még bármilyen módon ellenőrizni tudta a kormányt, például a közérdekű adatigénylést, például valóban a médiapereket, tehát ahol egyébként a kúria töretlenül a törvény szövegei szelleme értelmében nagyon sokszor a kormánnyal szemben a beadványozónak adott igazat, hogy igenis a közpénznek az elköltését, azt minden polgárnak joga van látni. Na most ugye ebben a Fideszes még egy mondat rendszerben, ha létrehoznak egy új bíróságot, és mondjuk azt például a Handó Tündére bíznák, hogy személy szerint kik lesznek azok a megbízható rendes bírók, akik itt aztán a szakma csúcsaként tudják majd ezeket az ítéleteket hozni, akkor hadd előlegezzem meg, hogy nem lesznek a kormánytól távol álló, akár politikai ugye az a szép ebben, hogy Rócsányi László arra hivatkozik, hogy az európai gyakorlat és a magyar jogtörténet is abszolút indokolja ezt a lépést. Persze, és ennyi erővel például be lehetne vezetni, hogy azt egyébként biztos lenne rá nagy igény, többször vicceltek már vele, hogy a kilopannak le kell vágni az egyik kezét, mert a magyar jogtörténet erre is nagyon szép példákat hoz Szent István óta, tehát hogy szerintem ezt hagyjuk. Igen, a háború előtt volt ilyen, de még egyszer mondom, nem az a kérdés szerintem, hogy bármire lehet nemzetközi példát mondani, és azért mondtam egy kicsit viccesen a magyar hazai jogfejlődés példáját, mert sajnos egész csúnya dolgokra is lehet példákat mondani a magyar jogtörténet tekintetében, és persze előremutatókat is. Itt az a kérdés, hogy egyrészt mi szükség van rá, és hogy mi lesz belőle. És még egyszer mondom, ezek tipikusan szemmel láthatóan azok az ügyek, amik még az utolsó időszakban is kifejezetten bosszantják a Fideszt és a kormányt, mert a lopásaikat, a korrupciókat, a legalábbis szabálytalanságaikat rendre egyébként a bíróság döntéseivel a nyilvánosság elé lehet tárni. Szerintem a szabályozás igazi célja leginkább az lesz, hogy ezt is lefolytsák a történetben. Amikor elolvasnak ilyen törvényjavaslatokat, főleg, hogyha majd meg lesz a részletes szabályozás, akkor gondolkodnak azon, hogy azon kívül, hogy erről beszélnek, elmondják, hogy ez miért veszélyes, még mit tudnak tenni? Vagy egyszerűen csak nem szavazzák meg, aztán várják a következő beterjesztést? Hát nézze, szerintem a politikusnak pont az a dolga többek között, és én remélem, hogy ma reggel is tudtam olyat aspektus mondani, amit ezek szerint más még nem lát, vagy nem vél felfedezni, hogy az emberek tudják, hogy egy-egy döntés mögött mi a veszély és mi a jó. Azért vagyunk többek között ott a parlamentben, mert azok az emberek, akik úgy gondolkodnak minni és minket támogatnak, azok szerintem kíváncsiak arra, hogy mi ezt hogy látjuk, és nyilván azon dolgozunk, hogy a többség megértse. Hát igen, csak ennek akkor van tétje, hogyha vagy megszavazzák, vagy nem szavazzák, meg módosítják. Tehát, hogyha van egy érdemi párbeszéd, egy vita, ugye azt meg most nem látunk már régóta. Hát ebben a témában nem valószínű, bár ugye 5 pártit is bejelentett, ha jól emlékszem, tegnap a Gulyás Gergő, azt majd meglátjuk. Egyébként hogy elmennek erre? Azt most nem tudom megmondani, ha ez egy, szerintem egy esélyt érdemes annak adni, hogy valóban érdemi egyeztetés lesz-e vagy nem. Én magam azt mondanám, hogy az elsőre érdemes elmenni és megnézni, hogy akkor ez most kirakat-e, vagy valóban olyan törvényt akarnak hozni, aminek tényleges társadalmi
többségi támogatása tud lenni az ő szavazóikon kívül is, de ezt nem én döntöm, ezt majd a frakció fogja dönteni. Ugye a letelepedési kötvényprogramról már nagyon sok mindent tudtunk eddig is, most a G7 gazdasági portál az államadósságkezelő központtól kapott konkrét számokat, ebből az derül ki, hogy minden magyar embert 18 000 forintos kár ért a letelepedési kötvények miatt. Ugye a kormány mindig azt hangsúlyozza, hogy már nem fut ez a program. Az ellenzék meg azt, hogy de miért van az, hogy csak szüneteltetik. Azt gondolják, hogy valaha ezt vissza fogják hozni, amikor egyrészt ugye a Holdudvar a számítások szerint, sajtóinformációk szerint már sokat nyert, másrészt meg azért ebből viszonylag nagy botrány lett. Ennek ellenére fennáll az esélye, hogy valahogy visszaszivárog? Szerintem abszolút, mert ami érveket ő most elmondott, az ilyen szempontból az életbe mutatta, hogy egyik sem olyan szempont nem áll, hogy ez picit is zavarná a Fidesz. Tehát az, hogy a Holdudvar mennyit vitt haza, hogy ez szempont lenne, akkor éppen nem azt hallanánk, hogy továbbra is például többek között Mészáros Lőrinc a mai napig minden nap, mint gombóc Artúr valamelyik területét és valamelyik vagyonát Magyarországnak éppen megeszi. A másik kérdés, hogy lehet-e még rá szükség, erre az a válaszom, hogy szerintem többek között azon kívül, hogy igen jót gyarapodott belőle néhány Fidesz közeli vállalkozó, azon kívül azért volt rájuk szükség, mert egy gazdaságilag instabilabb helyzetben a piacokról nem tudtak pénzt szerezni, mert nem volt bizalom az Orbán kormány és annak gazdaságpolitikájával, és ezért megkerülve a piacokat ezzel az állami monopólium csencselésével jutottak valóban nagy forráshoz. Ez a helyzet már nem áll fönn. Hát és azt honnan tudjuk, hogy nem fog fölállni a következő szabát? Most azért nem úgy néz ki a magyar gazdaság, mintha nagyon instabil lenne. Én nem a magyar gazdaságra beszélek. 2008-ban is ugye a legnagyobb hazugság az Orbánéknak a szocialista kormányzásra kenni a gazdasági világválságot. 2008-ban sem a magyar kormány okozta a gazdasági világválságot, hanem konkrétan az Egyesült Államok lakáshitelezési és hitelezési lufiának kidurranása döntötte majdnem össze a fél világot. Arra szeretném halkan fölhívni a figyelmet, és érdemes megnézni ezeket a cikket, hogy ma éppen nagyobb már a hitelállomány kint a világpiacon, mint a 2008-as válság előtt volt. Tehát annak a kockázata egyébként, hogy előbb-utóbb újabb kiigazítás vagy valamilyen piaci összeomlás érkezhet, arra a szakemberek egyre inkább fogadnak. De akkor megfordítom, ha nincs erre szükség, akkor miért nem azt a törvényjavaslatot nyújtották be, hogy ezt a kötvényprogramot innentől kezdve kivezetik és megszüntetik? Na, ha végre egyszer lesz. Volt ilyen törvény a parlament előtt, mert mi benyújtottuk és leszavazták. Jön egy fideszes vendég mostanában, ezt biztosan meg fogjuk tőle kérdezni. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.